Köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy együtt lehetek veletek, és találkozhatunk. Különleges alkalom ez, hiszen előttünk van egy terített asztal. Őszi háladó Isten tiszteletnek nevezzük. Hálát adunk valamiért. Talán a termésért, meg sok minden másért is. Én most arra hívlak benneteket, hogy próbáljuk meg a fizikai áldásokon túl meglátni az Istennel való tapasztalatainkban az áldást. Lássuk meg azt, hogy az Isten sokszor ad valamit, és ezt újra megismétli. És vajon meglátjuk-e ezeket a megismétlődő csodákat, megismétlődő helyzeteket az életünkben? Először Árpi fog egy történetet felidézni, és aztán én folytatom. Mindannyian ismeritek Mózest, aki az élete során pásztor is volt, juhokat őrzött a pusztában, és azon a területen igen nehéz volt sokszor legelőtt találni megfelelő táplálékot a juhai számára, ezért újra és újra vándorolni kellett különböző helyekre. Ennek a vándorlásnak a során eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez is. A juhok ott is békésen legeltek, ő pedig leheveredett egy bokor tövébe, hogy árnyék legyen a feje fölött. Ahogy leült, és úgy messzire nézett és tekintett, látott egy távoli bokrot, és hogy figyelte, egyszer csak az a bokor, hopp, lángra gyúlt. Hát egyébként sok ilyet látott már, és elkezdett számolni, talán most is, mert úgy emlékezett rá, hogy körülbelül mennyi ideig szokott egy-egy ilyen bokor elégni. És aztán így szólt. Figyelem, mikor alszik ki. Amikor ilyet láttam eddig, csak 10-ig tudtam számolni, és vége lett a lángnak. De most nem. Már 100-nál tartok. Megnézem, mi lehet az. Ez egy csipkebokor. Ilyen még nem történt. A csipkebokrok a leggyorsabban elégű növények. Ez egy csoda. Mózes, szólt Isten. Itt vagyok, mondja Mózes. Ne gyere ide közelebb. Verd le a sarudat a lábadról, mert szent a föld, az a hely, ahol állsz. Én vagyok atyád istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Mózes ekkor leborult, és hallgatta, hogy Isten tovább folytatja. Láttam, milyen szörnyű, nehéz élete van Egyiptomban a népemnek. Hallom, ahogy segítségét hozzám fordulnak imában. Most azért menj, elküldelek Egyiptomba. Vezess ki népemet onnan. Nem tudom, hogy te elindultál volna, ha hallasz egy ilyen hangot. Mózes tudni akarta Istennek a nevét, hogy amikor odaér Egyiptomba, akkor majd hivatkozhasson rá, hogy ki is küldte őt oda. Megkérdezte ezért Istent, és Isten azt mondta, örökkévaló a nevem. Mondd nekik, hogy az örökkévaló küldött hozzátok. Hosszú, nehéz próbák után, csapások után Mózes a néppel eljött Egyiptomból, és a Vörös-tengerhez értek. Lódobogás hallottak, harci kocsik zörgését. Világos volt, hogy a fáró jön a hadsereggel együtt, hogy visszavigye őket Egyiptomba. Ti vissza akarnátok menni? Igen? Nem? Miért nem? Mózes szeretett volna az Istenhez közel lenni, mert tudta, senki más nem segíthet. Vágyott utána, és ezért engedelmes volt. Levette a saruját. És így szólt. Örökkévaló Uram, nagy bajban vagyunk. Előttünk a tenger, a hátunk mögött a hatalmas serege a fárónak. Ne félj, Mózes,
én veled leszek. Csak nyújtsd ki a kezed a tengerre, és én szárazzá teszem azt a hatalmas sereg előtt, hogy ti átkelhessetek. Mózes újra engedelmeskedett, és átkelhettek mindannyian. A fáró nem bánthatta őket soha többé, mert Isten nem hagy cserben. Hiszen ő az örökkévaló. Velünk van, és közelebb húzódhatunk hozzá, amikor csak akarunk. Tisztelettel és bizalommal. Csak egyet kell tenned. Vedd le a sarudat, és akkor közelebb léphetsz hozzá. Mózes helyébe Józsué lépett. Isten különleges dolgot mond Józsuénak, miután Mózes nem vezetheti többé a népet. Ezt olvashatjuk Józsué könyve első fejezet 5. versben. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Volt már olyan, hogy valakinek az örökébe léptetek? Valaki nagynak, valaki hatalmasnak, erősnek, valakinek, akitől sokat tanultatok, és nem volt, és jött valaki más, és te voltál az, aki oda kellett lépjél a helyébe. Azt mondja az Isten, ne félj Józsué, ahogy Mózessel vele voltam veled is. De Uram, Mózeshez beszéltél, és levette a saruját, de Uram, Mózes előtt megnyílt a vörös tenger. Azt mondja az Isten, ne félj Józsué, ahogy Mózessel voltam, úgy veled is veled leszek. Hallottátok-e már ezt valaha? Hallottátok-e már azt, hogy az Isten azt mondta, hogy ő, ahogy vele voltam, úgy veled is veled leszek, nem hagylak egyedül. Nem hagylak egyedül. A 11. vers Józsué első könyvében így szól. Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt. Készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. Ne feledjük el, hogy a Jordán innenső partján volt Izrael népe, aki végre megérkezett Kánaán földjének meghódítására. Át kellett keljenek a Jordán túlsó partján, az már Kánaán volt, és az első hatalmas várost úgy hívták, hogy Jerikó. Áradt a Jordán. Amikor a Jordán áradt, akkor 3 kilométer szélessé is lehetett. Elképzelitek a folyót, amit tengerré válik? 3 kilométer széles víz, és azt mondja, hogy 3 nap múlva átkeltek a Jordánon. Megmondta nekik az Isten, hogy hogy? Hogy hidat vág az Isten, vagy szárnyakat ad a népnek, vagy kiszárasztja a Jordánt. Hogyan fogja őket átvinni? Megmondta-e nekik az Isten? Nem mondta meg. Annyit mondott az Isten, menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt, készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. Mi annyira szeretjük tartani a kontrollt a kezünkben, tudni akarjuk, hogy ami történik, hogyan fog megtörténni. Ki volt közületek már műtét előtt, valami nagyobb operáció előtt? Mert aki volt, az esetleg megkérdezte az orvostól, hogy doktor úr, és hogy fogja ezt megoldani? Mit lehet ilyenkor csinálni? És az orvos elmondta, hogy ezt a dolgot eltávolítom, vagy azt a dolgot összevarom, vagy kitoldom, vagy szívműtétnél eret cserélünk, és elmondja az orvos, mi fog történni. De az Isten nem mondta meg, hogy hogy fognak átjutni a Jordánon. Tudjátok, mit jelent az, amikor nem látjuk a megoldást, és előre kell menni? Azt úgy hívják, hogy bizalom Istenben. Hit abban,
amit egyáltalán nem tudsz elképzelni sem. Ezután Józsué kiválaszt két férfit, és azt mondja ezeknek a férfiaknak a második fejezet 23. versében, azután, bocsánat, mikor visszatért a két férfiú, lejöttek a hegyekből, és átkeltek a Jordánon. Azt akartam megmutatni, hogy ezek a férfiak átmentek a Jordánon, és visszajöttek. És közben hol voltak a kémek? Bementek Jerikóba, Ráhab elrejtette őket, másképp meghaltak volna, és aztán ezen a széles, áradó Jordánon ketten átjöttek vissza. Átkeltek a Jordánon, és visszaérkeztek. Visszaérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához, és elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Az Isten valami különleges dolgot mond. Eltelik a három nap. Három nappal korábban azt mondta az Isten, készítsetek ételt. Kedves asszonyok, ha ételt készítetek, miért szoktatok ételt készíteni? Katik azért, hogy adjon nekem ebédet. Többek között. Miért szoktatok ételt készíteni? Hát nőket kérdezem, nem a férfiakat. Férfiak is főznek, bocsánat. Jaj, de tapintatlan vagyok. Férfiak is főznek. Na, akkor mindenkit kérdezek, aki főz. Talán így jobb. Miért szoktatok főzni? Mert arra gondoltok, hogy valaki majd megeszi, nem? Szükség lesz rá holnap. Sok az éhes száj. És azt mondták, hogy annyi ételt készítsetek, hogy az útra elég legyen, mert soká lesz még legközelebb készítési lehetőség. De nem tudták, hogyan és meddig kell kitartson az étel. Előkészültek arra, amiről fogalmuk se volt, hogy mi történik majd. Az Isten csak annyit mondott, hogy három nap múlva indulunk. A harmadik fejezet harmadik vers így szól. És ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik isteneteknek, az Úrnak a szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen köztetek 2000 könyök távolság, az több mint 1 kilométer. Aztán mond még valamit az 5. versben. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. Elkövetkezik a holnap. 7. vers. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Te azért parancsold meg a szövetség ládáját vívő papoknak, amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak, jöjjetek ide és hallgassátok meg isteneteknek az Úrnak beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta Józsué, és hogy ő valóban előzi előletek a kánániakat, hettitákat, hívieket, perizieket, girgásziakat, amoriakat, jebusziakat. Íme az egész föld urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon. Ott volt a nép, és azt mondta nekik Józsué, az élő Isten megmutatja magát, nektek élő istenetek van, az élő Isten ládája átmegy előttetek a Jordánon. Miképpen? Hogyan? Azt mondta a papoknak, induljatok el, tudjátok-e, hogy hogy ment a láda? Rárakták egy szekére, és gurították? Nem. A papok a vállukon rúdon vitték a frigyládát. A vállukon, a rúdon vitték, és be kellett menjenek a vízbe. Ha te lettél volna ott a pap, bementél volna-e a vízbe az Isten szent ládájával a válladon? Nem volt ez kis dolog, bemenni a vízbe az Isten szent ládájával. Vajon mi történik itt a ládával? Hiszen a láda szent dolog, arra vigyázni kell, óvni kell. Most tehát választhatok ki 12 férfit Izrael törzseiből, törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik. A felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. És a nép elindul. Az Isten előre azt mondta, szét fog válni előttetek a Jordán.
mi jutott a nép eszébe? Mi jutott eszükbe a 40 éves pusztai vándorlás végéhez érve? Vajon nem jutott eszükbe, hogy az egyiptomi kivonulás idején a Vöröstengerrel ugyanez történt? Vajon megerősíti-e a hitünket a múltban megtapasztalt csoda, amikor újra ugyanabba a szorultságba kerülünk? Eszetekbe jut-e a múltban megtapasztalt megszorítottság, fájdalom, kisemlizettség, gyötrelem, eszetekbe jut-e? És ha belekerültök újra, vajon eszetekbe jut-e az, hogy mi történt akkor? Mit csinált az Isten akkor? És vajon erőt kaptok-e abból, hogy előre tudjatok nézni, mert egyszer már szabadságot kaptatok, egyszer már átmentetek rajta. És ha egyszer kinyitotta az Isten a Vöröstengert, akkor kinyithatja újra a Jordánt is. Józsué életében első volt, de hiszen ő Mózes nyomdokaiba lépett, és meg kellett tapasztalja, hogy az Isten nem csak Mózes által vitt véghez dolgokat, hanem általa is, ő is részese lehet, ő is átmehet rajta, ő is megerősödhet általa. Ahogy Mózes előtt megnyílt a Vörös tenger, ő előtte is megnyílik a Jordán. Vajon megnyílik-e? És megtettek minden előkészületet, amit az Isten mondott. És amikor ezt megtették, a papok felvették a szövetség ládáját a nép előtt, a ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idejéig mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről lefolyó víz, gátként feltornyosult nagy szakaszon. És a nép átkelhetett a Jordánon. Mi következik ezután? Tudjátok-e, hogy mi az a furcsa, különleges dolog, ami történik? A nép megtapasztalta, hogy élő Istent követ. Egy élő Isten van köztetek, azt mondta Józsué, meg kell tapasztalnotok, hogy egy élő Isten van közöttetek. És az élő Isten Frigy ládája, szövetség ládája megy elől. És ha az a láda megy elől, akkor a Jordán ketté nyílik, és a nép átment a Jordánon. Már az övék volt a tapasztalat. Már az övék volt az élmény, az Isten közelségének az élménye. És amikor átmentek, akkor valami furcsa dolgot mond az Isten. Köveket visznek, fölállítják a túlparton. Mire emlékeztette ez őket? A Vörös tengerre, amikor ugyanez történt. Az Isten azt mondja, vigyetek köveket a Jordán medréből törzsenként, és állítsátok fel a túlparton. És fölállítják az oszlopokat. Miért kellett ezt fölállítani? Hogy emlékezzenek. Fölállították Gilgálban a 12 követ, mert szárazon jött át Izrael a Jordánon. Megérkeznek Jerikóba. Jerikó elé, a Jerikó előtti hatalmas mezőségen vert anyát az Izrael népe. És amikor itt vannak, akkor azt látjuk, 4. fejezet, 13. versében, átért a nép, mint egy 40 ezer fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. Figyeljetek jól, 40 ezer fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt. Izrael népében volt 40 ezer katona. 40 ezer férfi, akik katonasorban voltak kor szerint és képzettség szerint. Az Úr naggyá tette Józsuét egész Izrael szemében. Épp úgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózes tisztelték. És az 5. fejezetnél vagyunk. Amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon nyugat felé, és a kánániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát kőkéseket készített, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte körül őket Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában útközben, miután kijöttek Egyiptomból.
körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek közül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Nem sokat szoktunk erről beszélni. Ott vannak az emóriak, akik azt mondják, átjöttek a Jordánon, már itt vannak az országunkba. Megtámadhatnak minket bármikor. Tudjátok, a félelem mire készteti sokszor az embert? A rettegés és a félelem? Harcra, agresszióra. Ott voltak az emóriak, ott volt Jerikó felfegyverzett teljes katonaságával, és akkor mond valamit az Isten. Az én szövetségem földére fogtok lépni, körülmetéletlenül nem. 40 évig születtek ezek a mostani harcosok, a pusztában töltött 40 év alatt, és ezek egyik sem volt körülmetélve. Ezért az Isten azt mondta, mindjárt következik a pászka ünnep, így nem ölhetjük meg a szövetség ünnepét. Így nem kezdhetitek el a honfoglalást, nem vagytok a szövetségeseim így. És az Isten azt mondja, most lesz a körülmetélés, a 40 ezer harcost körülmetélik. Tudjátok, mit jelentett ez? Felnőtt emberekkel beszélek. Az, hogy ezek az emberek teljes harcképtelenek voltak, sok-sok napon keresztül seblázban feküdtek, alig bírták túlélni a napokat. Miért tesz ilyet az Isten? Jön a honfoglalás, erő kell, éberség, fittség, a harcosok ereje. Hát most kellenek a harcosok, és az Isten elveszi a harcosok összes erejét. Miért tesz ilyet az Isten? Miért tesz ilyet az Isten? Ha valaki rajtuk üt most, teljesen menthetetlenek. Teljesen esélytelenek. Senki nincs, aki ezután megvédhetné őket. Mert nincsenek abban az állapotban. Miért nincsenek abban az állapotban? Mert az Isten ezt mondta. Találtok ti ebben valami logikát? Az Isten meg akarja mutatni magát. Mert míg a maguk erejében bíztak a 40 ezer harcos, addig kihúzták volna akár magukat, és azt mondhatták volna, hogy figyelitek, mire vagyunk képesek? De nem voltak most képesek semmire. Semmire nem voltak képesek. A 13. verset olvasom. Amikor Józsué Jerikónál volt, a körülmetélés utáni napokban vagyunk, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki, mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének vezére ezt felelte Józsuénak. Old le sarudat a lábadról, mert szent ez a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Mi történt itt? A kiszolgáltatott, rettegő, aggódó Józsué, aki úgy érezte, hogy most aztán a legnagyobb kiszolgáltatottság óráin megyünk át védtelenül, egyszer csak találkozik, az Isten seregének vezetőjével, aki odajön hozzá, és azt kérdezi, te ellenség vagy, vagy velünk vagy? Vajon jó kérdése ez? Vajon az-e a kérdés, hogy ellenünk vagy velünk, vagy inkább az a kérdés, hogy én kinek az oldalán vagyok? Mert sokszor azt gondoljuk, ha harcban vagyunk, bár Isten az oldalamra állna, de nem ez a kérdés, hogy Isten az én oldalamra áll, hanem az a kérdés, hogy én az ő oldalára állok-e. Mert nem az Istennek kell mozdulni, hanem nekem kell mozdulni, hogy az ő seregéhez tartozó legyek. Én az ő oldalán állok-e? Ez a kérdés. De Józsué megtette a nagy kérdést. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének vezére pedig ezt felelte, old le a sarudat a lábadról, és Józsué levette a saruját az Úr színe előtt. Mi történt itt? Mi történt, értitek-e? Át kell menni mindenkinek a kiszolgáltatottság
sötét éjszakáján. Senki se spórolhatja meg, egyikünk se. Ahogy Jákob ott volt éjszaka, és jött a harcos, és elkezdett vele küzdeni. Miért küzdött Jákob a harcossal éjszaka, mielőtt Ézsauval találkozott volna? Miért küzdött? Mert azt hitte, hogy ellenség, aki segíteni jött. Néha azzal harcolunk, aki a segítségünkért jön. Néha ellenségnek látjuk, aki megmenteni jött. Néha azt gondoljuk, bántani fog, aki segíteni akar. Vajon meglátjuk-e a segítségünkre érkező Isten fiát, vagy ellenségnek véljük ebben a pillanatban? Vannak kétségbejtő pillanatok. Ott van előttük Jerikó. Jerikó hatalmas város, 10 hektár. A falai 378 cm magasak, és körülbelül 2,5 méter szélesek. Tudjátok, mekkorák ezek a falak? Óriási falai voltak Jerikónak. Nem véletlen az, hogy a falban lakások is voltak. Ilyen volt Ráháb lakása. Ráháb ablakából le lehetett jönni kötélen a földre. Mert a fal 2,5 méter széles volt. Hatalmas hadserege van Jerikónak. Izraelnek nincs. Vagyis amit hadseregnek nevezhetnénk most, nem nevezhetjük annak. És az Isten vajon mit tesz ebben a válsághelyzetben? Józsué megkérdezi az Istent, hogy mit tegyenek. És amikor ott vannak, az Isten nagyon furcsa stratégiát kínál. Tudjátok-e, mi volt ez, amit az Isten felkínált most? Amit az Isten utasításba adott most? Menjenek elől a papok a kürtökkel. Sorakozzon fel törzsenként Izrael népe, és induljatok el gyalogolni. Talán még a gyalogláshoz volt erejük. A futáshoz nem igen. Körbe kell gyalogolni Jerikót. Minden nap egyszer. Miféle hadi technika ez, miféle stratégia, miféle terv körbe sétálni a városon, és ha kirohannak ránk, elég védtelenek lennénk. De ott volt mögöttük a Jordánon való átkelés emléke. És emiatt előre mentek, és megtették. Őrzitek-e a Jordánon való átkelés emlékét a szívetekben, ami tegnap volt? Őrzitek-e? Mert ha nem őrzitek a tegnap emlékét, hogy mentek holnap körbe gyalogolni Jerikót? Akkor kérdéseitek lesznek, hogy minek? Meg hogy semmi értelme? Meg hogy kitalál ki ilyesmit? Meg hogy milyen vezető az, aki éppen most csináltat körülmetélkedést, amikor a legnagyobb veszélyben vagyunk, ez nagyon rossz ötlet. De ha nincs a fejedben a tegnapi Jordán átkelésének emléke, akkor csak kérdéseid lesznek, és engedelmeskedni nem fogsz. Körbe gyalogolják a várost minden nap egyszer. És a hetedik nap valami furcsa dolog történik. Azt mondja az Isten, hogy fújják meg a papok a harsonákat. Tudjátok, hogy a papok mikor is fújták meg a harsonákat? Tudja-e valaki? A papok a harsonákat akkor fújták meg, amikor Isten tiszteletre hívták a népet. Józsué 6. fejezet, 8. vers. És úgy történt, ahogy Józsué megmondta a népnek, a hét pap, aki a hét kosszarkból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult és fújta a kürtöket, az Úr szövetségládája pedig utánuk haladt. A kosszarból való kürtöket a papok akkor fújták meg, mikor Isten tiszteletre hívták a népet. Isten nem harcba szólította a népet, hanem Isten tiszteletre hívta. És a nép ott gyalogolt a kürtölő kosszarvok után körbe. Ez volt számukra ma az Isten tisztelet. Engedelmeskedni Istennek, és megszólaltak a kürtök. Kezdődik az Isten tisztelet. Tudjátok, milyen Isten tisztelet kezdődött a kürtök megszólalásakor? Nem a nép cselekedett, hanem az Isten cselekedett. És leomoltak Jerikó falai. Vajon mi történt itt? Értjük-e, mi történt itt? Amikor hittel előre mentek,
akkor megismétlődtek a tegnap csodái. Az Isten nem azt mondja neked, hogy harcba hívlak, az Isten azt mondja neked, Isten tiszteletre hívlak. Ne ellenségeket keresd, hanem az Isten közelségét keresd. Nem azt akarja a sátán, hogy elvegye az egészségedet, vagy a házadat, hanem Isten ellenségévé akar tenni, hogy elvegye a hitedet. A sátán célja, hogy elvegye a hitedet, az Istenbe vetett bizalmadat, annak a tudatát, hogy az Isten jó, hogy az Isten figyel rád, hogy szembe fordíthasson vele. Vajon sikeres lehet-e az ördög az életedben? Vajon tudsz-e hátra nézni és látni a kiszáradt Jordánt? Tudsz-e emlékezni arra, amikor az Isten azt mondta, hogy vesd le a sarudat, mert szent hely, itt állsz mellettem a színem előtt? Vajon felfedezzük-e az életünkben a megismétlődő csodákat? Mert ami tegnap volt, az megismétlődik ma, és ami ma volt, meg fog ismétlődni holnap. A próbák is, meg a győzelmek is. Volt egyszer egy kisfiú, egy 3 éves kisfiú, aki odaállt az apukája elé, és azt mondta, apa, kék autót szeretnék, olyan kék autót, amire ráülhetek, és a lábammal tudom hajtani. Láttatok már ilyet, amilyen a 3 évesek szoktak menni. Kéket, lábbal hajtósat. Az apukája mondta, hogy rendben van, fogsz ilyet kapni majd ajándékba, csak várj egy kicsit, még nem soká. És ez a gyerek másnap találkozott a barátaival. És mikor találkozott velük, azt mondta, kék autón van, lábbalhajtós, kék autón van. És valaki rászólhatott volna, hogy de még nincs, csak lesz. De ő azt mondta, van. Ha apa azt mondta, akkor van. Vajon tudjuk-e azt mondani, hogy amit Isten mond, az nem lesz, hanem van. Mert a Jordán szétnyílik, te leveszed a sarudat, az Isten jelenlétében vagy, és Isten tisztelet kezdődik, nem háború. Adja Isten, hogy tudjunk így tekinteni rá. Amen.